Szerencsésen megtaláltuk egymást a repülőtéren, így aztán elindultunk közösen a szállásra. 4 éjszakát terveztünk maradni Bangkokban, a szállást már előre lefoglaltuk, ami nem messze volt a Lumpini Parktól, úgyhogy elindultunk a szállásra, magas vasúttal. Az első meglepetés Bangkokból akkor ért bennünket, amikor kiszálltunk a metróból. 30-35 fok, iszonyú páratartalom, zaj, a metró lépcső mellett kaját főztek, mindenfelől illatok, egyszerűen páig így belütköztünk egy falban. Második nagy meglepetés a villanyvezetékek. Mindenfele vastag kábelkötegek, egyszerűen fantasztikus volt, olyan érzése volt az embernek, mint hogy mindegyik háznak vagy lakásnak külön lenne egy vezeték, illetve hogy így is volt egyébként, ezt nem tudom. Másnap reggel korán keltünk, még éppen pirkat, és kimentünk a Lumpini Parkba. Egyszer csak megjelent egy varánuszgyík, ami szépen oda sétált egy tóhoz, ott belecuppant, aztán erre még vagy 3 varánuszgyík dugta ki a fejét, és ott kellemesen, vagy nem tudom, hogy kellemesen, de ott úszkáltak. Parkból hazamentünk. Mi azt mondtuk az utazás előtt, hogy nyitottak leszünk mindenre. Nyitottan és bátran bementünk az első elénk kerülő étkezőbe. Kaja közben a tulajdonosnak a macskája ugrott az ölembe, tehát az egész ilyen érdekes volt. Visszamenet a szállásra vettük észre, hogy a háznak az udvarán, vagy a házak udvarán kis szentélyek vannak. Nem is igazándiból szentélyek, hanem miniatűr kis házacskák, amik szinte minden háznál vannak, hogy a benne lakók tudjanak imádkozni, vagy adományt adni szellemek kiengesztelésére. Nagyon szép dekoratív szentélyek voltak ezek, és azt elkezdtük vadul fotózni. Amikor rájöttünk, hogy gyakorlatilag minden házban van egy ilyen szentély, a világ összes tárhelye nem lenne elég, hogy ezt mind lefotózzuk, úgyhogy kicsit így ezzel visszavettünk. Aztán kimentünk a vonatjegyet összeszedni a főpályaudvarra. Hétfőn indultunk tovább le délre vonattal, amit már szintén előre megrendeltünk az interneten. A metróban még lent voltunk, elkezdett szakadni az eső. Egyszer ki se lehetett menni az állomásról, és ott megkérdeztük valamit, hogy mennyi ideig tart még az eső, vagy mit lehet erről az esőről tudni. A figura ránézett az órája, mondta, hogy még 12 perc. 12 perc, és elállt az eső. Ezután végre elkezdődött a városnézés. Állomástól volt nem messze az a templom, ahol az Arany Buddha van, azt megnéztük. Aztán betévedtünk Chinatownba, vagy a kínai városnézbe, ahol nem csak betévedtünk, hanem úgy eltévedtünk, hogy gyakorlatilag 3 percenként néztük meg, hogy hol tartunk a térképen. Nagyon érdekes volt nekem a nyüzsgés, az ízek, minden terméknek volt egy utcája, vagy utcarésze, ahol azokat a termékeket árulták. Egyszerűen olyan érzésem volt, hogy innen látják el a világot nejlonzacskóval, játékfegyverrel, mindennel, és akkor még nem is voltam Kínában. El sem tudom kézzel, milyen lehet Kína. Viszont ez úgy ki is vette belőlünk az erőt, úgyhogy kimenekültünk, kiértünk a folyó partjára, ahol odalépett hozzánk egy ember, hogy tud-e segíteni, és hogy honnan jöttünk. Hát mondtuk, hogy Új-Zélandról jöttünk. Na, akkor kiderült, hogy az egész rokonsága tulajdonképpen Új-Zélandon lakik, és hogy ő mindenben segít, és hogy aztán, hogy ezt vegyük meg. Mint kiderült, nagyon jellemző dolog volt Bangkokban minden esetre, ezt nem igazán tapasztaltuk ennyire más
az ország más részein, de Bangkokra nagyon jellemző volt, ha azt mondtuk, hogy Új-Zélandra jöttünk, akkor mindenki Aucklandben élt, az egész rokonság, sőt ott született, sőt már nagyapja is ott született. Ha azt mondtuk, hogy Magyarországra jöttünk Budapestről, akkor meg az egész rokonság Kőbányán nőtt föl, és hát tulajdonképpen onnan származtatják magukat. Nagyon profin csinálták, nagyon-nagyon profin. De úgy oda kellett erre figyelni nagyon. Indultunk vissza a szállás fele, és van egy olyan nevezetesség, tetőbár. Toronyházak tetején, néhánynak a tetején kialakítottak bárokat, ahol föl tudsz menni. Mi konkrétan a 69. emeletre mentünk föl. A szabad ég alatt ittunk meg egy kólát, mert hogy úgy gondoltuk, hogy meghívjuk a lányokat valami koktélra. Akkor fölértünk az emeletre, akkor kiderült, hogy csak úgy nem lehet föl menni, a Tamásnak cipőt kellett váltani, adtak, hoztak neki cipőt, mert hogy csak elegánsan lehet fölmenni. Amikor reggeliztünk, az már 40 baht került, általában a belépők azokon 100 baht körül voltak. Általában, hogyha bármit az utcán vettél ennivalót, az ilyen 40-60 baht körül volt, és akkor gondoltuk, hogy hát persze meghívjuk a lányokat egy italra, ami egy nagyon kellemes dolog lesz. Aztán leültünk, megkaptuk az étlapot, aztán kiderült, hogy a 4 üdítő az 1400 baht lesz, ami, hogyha átszámolom, és az úgy egészséges összeg, így aztán megittunk egy kólát egy kis jéggel, így. De nagyon jól éreztük magunkat, aztán nyugovóra tettük magunkat, hogy másnap aztán folytassuk a város megismerését.